Ezek a felvételek a 2019-es Országos Diákszínházi Fesztiválon készültek. A pécsi rendezvényt már hosszú évek óta szervezi az Országos Diákszínjátszó Egyesület. Hétvégén már negyedik alkalommal találkozhatnak a Baranyai megye székhelyen a fiatal tehetségek. A színjátszó csoportok nem csak bemutatják előadásaikat, egyfajta versenyben is részt vesznek a diákok. A regionális fordulókon aranyminősítést szerzett darabokat láthatja a közönség is április 23-án három helyszínen, melyek közül egy elviszi az idei aranyérmet. Az ország minden részéből érkeznek, gyakorlatilag lefedjük az egész országot. Több mint 15 csoport érkezik. Azt lehet mondani, hogy az Alföldről is, és a Dunántúlról is, Budapestről, tehát tényleg nincs olyan régió, ahonnét ne jönne előadás. A 17 előadásból azt lehet mondani, hogy a legtöbb előadás Budapestről érkezik, tehát ez több mint 5 előadás. Az összes többi előadás viszont szépen így arányosan két-két előadás régiónként a jellemző. A klasszikusoktól a modern darabokig változatos előadásokat láthatnak az érdeklődők. Az életjátékok és a színpadi művek feldolgozása az idei évben a népszerű műfajok. A fesztivál elsődleges célja egyébként az, hogy teret adjon a diákszínjátszó csoportoknak. A tapasztalatok szerint egyre komolyabb, minőségibb előadásokkal állnak elő a fiatalok, ami a pedagógiai munkának is köszönhető.